Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hollander vagyok, és ismételtem foresztezéssel, csak nagy nehezen csak sikerül kinyögnöm a szót, tehát foresztezéssel jelentkezem. Az elmúlt napokban nem nagyon voltak forest részek, igen erőteljes hiányt szenvedtünk, illetve nem is ott kezdünk, ahol abba hagytuk, hanem egy másik pályán, illetve teljesen máshol, de erről majd beszélni fogok. Azonban most fel akarom építeni ezt a falat ablakkal, mert egyébként én igen félek itt most ezen a környéken, tehát kezdjük is. A részt is, illetve a favágást is, ugyanis farönkök kellenek most nekem mindenféle mennyiségben. Oké, tehát forest kihagyás volt, stb. Tudjátok, most következik az a magyarázkodós rész, hogy ne hagyjátok itt a csatornát, lesz még forest, csak. Ugyanis mik ezek a csakok? Az első problémám, ami akadt, az az, hogy ugye, ahogy már mondtam rengetegszer, és nem is kívánom tovább többször nagyon elmondani, nem eredeti a játék, le kellett töltenem egy 003-as patchet. Eredetileg áterv szerint patchet szerettem volna letölteni, azonban természetesen ugye, ahogy ez, ami ennek a rendje és módja... Légy szíves, oké. Tehát ennek természetesen rendje és módja szerint patchet nem sikerült letöltenem, hanem csak magát a teljes játékot tudtam letölteni újból. Oké, rendben van, találtam egy videót, hogy hogyan lehet a regedit fájlokat össze-vissza módosítgatva régebbi mentéseket beimportálgatni új patchekbe, szépen meg is csináltam, és vártam, hogy akkor jöjjön az eredmény. Azonban az a probléma állt fel, hogy nem indult el a játék. Betöltött, tudjátok, loading, majd utána, remek vihar, majd utána, amint betöltött a játék, megláttam a képernyőt, lefagyott az egész, és kész vége. Jó, oké, semmi probléma, addigra NoSteam-ek feltöltötték az ő változatukat a Forestből, fogtam magamat, mondom, az biztosan jó lesz, ugye NoSteam-ek jó cuccokat szoktak felpakolni, tehát működnek is. Fogtam, letöltöttem. Jó. Elindult maga a játék, azonban ugyanazt produkálta, tehát lefagyott akkor, amikor a mentést betöltöttem. Jó, mondom, oké, semmi probléma, akkor azt fogom csinálni, hogy szépen fogom, újrakezdem a mapot, megpróbálom megkeresni azt a helyet, ahol abba hagytuk, elővenni azokat az állásokat, illetve újjáépíteni azokat az állásokat, amiket... Ez zombi volt? Nem. Tehát újjáépíteni azokat a épületeket, amiket már felépítettem, és akkor, minthogyha mi sem történt volna, folytatjuk a sorozatot. Oké, ez már majdnem el is készült, mikor megöltek a zombik. Jó, rendben van, szittam őket, mint a bokrot egyébként. Nézzétek, lebegő gyík. Eltűnt a lebegő gyík, még jobb, láthatatlan lebegő gyíkkal állunk szemben. Itt van egyáltalán? Nincsen sajnos, pedig jól jött volna a gyíkpáncélja. Tehát annak rendje és módja szerint megcsinálgat... Hol is tartottam? Ja igen, szóval felépítettem a bázis, és megöltek a zombik. Jó, oké, rendben. Most egyébként egy újabb tüskés falat fogok építeni, és mondjuk az ide fog felépülni. Tehát jó, megöltek a zombik, rendben, akkor kezdjük újra. Ekkor már egyébként második napja próbálkoztam, tehát eltelt körülbelül hát egy ilyen 4-5 óra hossza, mire letöltöttem a kettő változatnyi forestet, és akkor még egy további, hát mondjuk egy óra eltelt, mire megöltek a zombik, ez az a történet, amit az előbb meséltem. Jó, nem baj, összeszorítottam a fogamat, jó, akkor megcsináljuk még egyszer. És képzeljétek el, hogy ekkor eljött az a magasztos pillanat, hogy rámentem a New Game, bejött az intro, és intro alatt, tudjátok, amikor megyünk és zuhanunk le azzal a mozgó repülővel, meghaltam. És háromszor töltöttem újra a játékot, és háromszor meghaltam az az intro alatt, amiközben nem lehet mozogni. És ekkor azt mondtam, hogy na jó, akkor elegem van ebből a játékból, és akkor így ma ismételten nekifutottam,
tudjátok, újraindítottam a gépet, hogy kicsit ürüljön a memóriája, stb. Ne csináljon ekkora baromságokat, és most hál' Istennek sikerült egy egész normális mentést létrehoznom. Szintén újra kellett, hogy kezdjem a játékot, tehát teljesen new game-mel. Azonban... Oké. Viszont sajnos nem találtam meg azt a tengerparti kis... helyet, ahol az előző bázisunkat építettük, úgyhogy viszont cserébe megtaláltam pontosan azt a részt, ahol az első forest részben letelepettünk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor ide fogok ismételten letelepedni. Végül is én úgy gondolom, hogy a hely az tulajdonképpen édes mindegy, hogy hol lakunk, mármint az a kettő hely közül. Csődjik hegyek! Oké, következő gyíkhegy, oké, következő, ez nyúlhegy, jó, ott is egy nyúl, az nem. Gyík, kell a gyíkpáncél nagyon, mert majd hallani fogjátok, hogy milyen jó szolgálatot tesz ez a ember fián. Az igen! Az igen, az aztán pattanós gyík volt. Ez lehet, hogy valami trambulinból volt ez a gyík, vagy nem tudom, mert így kilőni... alkalmazhatná a NASA ezeket a fajta gyíkokat. Jó, tehát... hol tartottam? Ott tartottam, hogy eldobtam a botjaimat, illetve a farönkjeimet, és nem tudom, hogy hol vannak. És fölveszem a gyíkpáncélt. És majdnem teljesen egy tiszta új gyíkpáncéllal rendelkezünk, közben pedig leveleket gyűjtök. Oké, tehát... ja igen, tehát úgy gondolom, hogy a hely az lényegében teljesen mindegy, hogy most itt vagyunk, vagy ott vagyunk. Az a lényeg szerintem, hogy végtére is a folyamatot lássátok. És a folyamatot azt látni is fogjátok, hiszen most éppen falat húzok fel. Elkészítettem eddig egy tábortüzet, felépítettem ugyanúgy a kalodát, és pontosan ugyanazt a kuckort, illetve a falnak egy része is elkészül. Azonban most nem olyan sima defenzív falat húzok, vagyis mi is pontosan annak a neve? Nem basic falt, hanem defenzív falt húzok föl. Ugyanis egy kicsit utána olvastam, és a basic wall az nem véd 100%-osan az ugráló zombik ellen. Azonban azt a remekül sikerült elkapni. Azonban állítólag ezek a defenzív wallok, ezek a tüskés falak, ezek viszont sokkal nagyobb védelmet nyújtanak, mint vízszintes és kisebb társaik, úgyhogy úgy döntöttem, hogy maradok ennél. És már mindjárt kész egyébként ez a kis védelem, már nem sok minden maradt. Ide rakunk még egy falat ajtóval. Nem tudom, hogy pontosan mennyi helyet érdemes magamnak hagyni, azonban igyekszem arra törekedni, hogy minél hamarabb elkészüljön ez a kis védelmi rendszer, mert amíg itt építkeztem, addig kettő alkalommal is zombi támadásnak estem áldozatául. Hál' Istennek túléltem, tehát jelenleg egy halálom sincsen még ezen a térképen, mióta új játékot kezdtem. Fogtam magamat szimplán, volt rajtam gyíkpáncél, ami hát életmentő volt, úgyhogy ezért is raktam magamra gyíkpáncél nélkül, már régen halott lettem volna. De, tehát gyíkpáncélt fogtam, magamra raktam, és rám támadt vagy 3 vagy 4 zombi egyszerre, és volt időm, körülbelül itt történt a támadás, és volt időm oda a vízbe berohanni előlük. És ott nagyon jó volt, ugyanis azt olvastam, illetve írtátok is kommentben, hogy a zombik nem tudnak úszni. Gondoltam, ezt kihasználom. Oké, berohantam a vízbe, és a zombik, ezek a gyíkok, mármint zombik, de értitek, mármint nem is zombik, hanem kanibálok, ezek meg utána ugrottak a vízbe. Csak ugye, mivel nem tudnak úszni, ezért oké, leestek a víz alá, majd aztán beestek a textúra alá, és így lényegében egy darab baltacsapás nélkül sikerült 4 zombit elintéznem. Jó, természetesen zombi... ez nagyon jó felé dől ez a fal bázison felé. Természetesen, hogy a zombi testrészek nem lettek belőlük, de ettől függetlenül én azért igen örültem, hogy a közvetlen fenyegetés elmúlt, és aztán fogtam magamat, kraftoltam egy
baltát, ami azóta már eltűnt, de itt volt jobb alul, egy botból, illetve kőből, és az egy igen gyors balta, tehát egy másodperc alatt sok sebzést tud leosztani, nagy a DPS-e, és azzal a baltával pedig sikerült egy zombi nőt megölni. Mondanám, hogy kannibál nőt, de ugye a kannibálok azok fiúk, mert ugye kannibálok, tehát valami más nevük lehet valószínűleg a kannibál nőknek. Na jó, mindegy, hagyjuk a vicceimet. Tehát sikerült megölnem, sajnos belebugolt a textúrába, úgyhogy a testrészeit nem tudtam magaménak tudni, de én minden esetre ennek is örültem. Ez pedig itt remek, hogy ez itt egy fal ajtóval. Hol van az ajtó? Mert az oké, hogy fal ajtóval, de ezt én így egy kicsit veszélyesnek érzem. Őszintén szólva. Úgyhogy lehet, hogy még egy kis plusz védelmet kellene. Ja igen, és akkor ott tartottam, hogy volt ez a zombi támadás, ami hál' Istennek elmúlt a közvetlen veszély. Úgyhogy most eldöntöttem, hogy nagyon-nagyon sürgősen falat fogok ide húzni. Mert védelem kell, és én ezt nem akarom, hogy többet meghalljak, Az úgy annyira nem jó, hogyha meghalunk. Jó, közben dél van, akkor még valószínűleg egy pár falat fel tudnék ide húzni. Most tényleg ezen az ajtónak a kérdésén gondolkozok, hogy pontosan hogyan lehetne ezt megoldani, úgyhogy ki is tudjak menni, illetve védelmet is nyújtson a őslakosok ellen. És igazából jelenleg most nincs is különösebben sok ötletem, viszont egész szép fakitermelést hajtok itt végre. Nem tudom pontosan, hogy a fák azok hogyan spawnolódnak vissza. Nekem viszont minden esetre még szükségem van körülbelül 10 darab ilyen fatönkre, viszont sajnálatos módon egyre messzebb kell menjek a bázisomtól, illetve a biztonságot nyújtó víztől is. Ugyanis jelenleg én úgy érzem, hogy egy dolog van a játékban, amelyik 100%-osan, tényleg 100%-osan biztonságot nyújt, és az pedig a víz. És akkor itt most tekintsünk el a cápáktól. És szerintem majd a következő lépés az is lesz. Te is dől jó felé? Te nem dőlsz annyira jó felé. Mondjuk dőlhetnél rosszabb felé is, de... Tehát a következő lépésem pedig az lesz, hogy mivel eldobáltam az összes Molotov koktélt, ezért szeretnék majd Molotov koktélt gyártani. Ahhoz pedig ruhára lenne szükségem, úgyhogy majd itt szépen a vízben el fogunk úszni arra felé, amerre az ablakom néz, mert remélhetőleg arra ott lesz hajó, és a hajók... nál jó cuccok spawnolnak be általában. Ezt egyébként írtátok is kommentben. Sajnos most a kommentekre pontosan nem is tudok név szerint reagálni, de azért megpróbálok így valamennyire visszaemlékezni. És akkor maximum nevekkel majd kipótolom, amelyek valamilyen egyedi kommentek voltak. Tehát arra emlékszem, hogy többen is írtátok, hogy az egy amit az előző részben leraktam, és kérdeztem, hogy esetleg ti tudjátok-e, hogy az micsoda. Írtátok, hogy ez egy barkács asztal, de a 002-es patchben nem működik. Illetve sokan hívtátok fel a figyelmemet, hogy a 002-es patch-sel játszottam, az került fel. Igen, én ezzel tisztában vagyok, és tudom. Azt elmondom akkor nektek, hogy... ez nem minden esetben úgy működik, hogy a videó akkor kerül nyilvánosságra, amikor én azt felveszem. Tehát van olyan, hogy több részt veszek fel egyszerre, mint például ez is olyan lesz, hogy most ezt a részt, azt hiszem ez a 7., és hogyha ez a 7., akkor ehhez ezzel együtt még a 8. részt is felveszem. Tehát nem minden esetben akkor kerül nyilvánosságra a rész, még ide is kell egy fal. Nem minden esetben akkor kerül nyilvánosságra a rész, amikor én azt felveszem. Úgyhogy az a rész viszont akkor került, azt hiszem, fel vételre, amikor még nem volt kint a 003-as patch, vagy már kint volt, de akkor még csak egy pár napja, és akkor én még nem találtam meg a letöltését. Valami ilyesmi történt vele, de egyébként köszönöm, hogy figyelmeztettelek.
tettek engem, és felhívtátok a figyelmemet, mert ez azt jelenti számomra, hogy ti legalább figyeltek, amennyiben én nem. Oké, lassan-lassan azért én úgy gondolom, hogy haladunk, és egyre biztonságosabb kis környezetben fogunk élni. Azt is írtátok egyébként, hogy jól emlékszem, de lehet, hogy azt csak a changelogban olvastam, minthogyha a 003-as patchben a barkácsasztal, tehát amit leraktam az előző részben, és nem tudtam, hogy micsoda, az minthogyha most már működne. Hát majd szeretném mindenféleképpen kipróbálni a kis fal rendszeremnek az elkészülte után, és mondjuk rakjuk le ezt a falat pedig ide, mert ezzel az lenne a célom, hogy akkor itt nem tudnak majd elvileg felugrálni a kőre, bár mondjuk innen igen, és akkor be is tudnak akár ugrani a házamba, de hát reméljük, hogy a mesterséges intelligencia ezt az icike-picike kis rést a rendszeren nem fogja megtalálni. Jó, itt is van. Azt hittem az árnyékra, hogy gyík. Jó, tehát ott is megvan a fatuskó, és akkor ott gurul még egy le. Itt pedig egy gyík, akinek most az életének ezzel a balta csapással véget is vetettünk, és most aztán teljes a gyíkpáncélzat. Készen állunk most aztán már a legádászabb zombi támadásra. És én ezt nem mondtam, nem várok egyáltalán semmiféle zombi támadást, pláne nem olyat, aminek a jelzője lehet az, hogy ádász. Úgyhogy azt a nyulat pedig megölöm, de a nyúl eltűnt. Remek alakváltós nyúl sárrá változott. És ezért ezt a nyulat elnevezem sárának. Itt pedig te pedig nem menekülsz meg előlem. Nem menekülsz meg előlem. Na jó van, te megmenekülhetsz előlem. Most az egyszer kegyes leszek. De csak azért, mert lassan megvan már a 600 feliratkozó. Ennek örömére élhetsz, te nyúl. Meg te is. Te meg azért, mert teli van a kezem fával. És megy le a nap. Egyébként egy kicsit állítgattam a grafikán is. Most már nem a laptop grafikára van állítva, hanem egyedi grafikára, hogy azért nézzen is úgy körülbelül ki valahogy a játék, és hát szerintem például ez a kép, ez azért eléggé rendesen magáért beszél, én úgy gondolom. Lassan pedig ismételten éhen hal a karakterünk, tehát kezdünk éhesek lenni. Itt pedig van egy fatönk, úgyhogy ezt még mondjuk mennyi időn van? 2 perc. Na jó. Ezt még azért én szeretném ebben a részben lehelyezni. És helyezzük le mondjuk ide. Ezt pedig fölveszem. Illetve kellene, tudjátok mi kellene még nekünk így iziben? Egy ilyen pálcikatartó. Hogy tudjam hova letenni ezeket a felesleges pálcikákat, amik nálam vannak. Valószínűleg ebből nem láttok ti most nagyon sok mindent. Tehát megnyugtatlak benneteket, hogy én sem. Milyen mesébe illő volt, ahogy ez a madár itt az ablakra rászállt. Jó, hát akkor még így az éjszaka leszállta előtt. Milyen szép. Tehát még az éjszaka leszállta előtt ki kellene, hogy vágjak 6 darab fát, azonban megérkeztek a kedves zombirnyákok, úgyhogy én úgy döntök, hogy nem kell már nekem egy darab fát sem kivágnom az éjszaka leszállta előtt. Remélhetőleg nem fognak észrevenni így az ablakon keresztül, próbálok minél inkább hátra húzódni, azonban most, ahogy mondtam, már egyre inkább biztonságban érzem magamat. Közben a gépem elhalálozik, úgyhogy ez pedig egyértelmű jele annak, hogy ideje lenne elköszönjek tőletek, úgyhogy találkozunk legközelebb. Ahogy mondtam, ezt a részt, tehát a következő részben azokra a kommentekre, amelyek ehhez a részhez érkeztek, nem fogok tudni közvetlenül reagálni, ugyanis most fölveszem a következő részt is ezzel a lendülettel. Jó, semmilyen gyanús mozgásuk nincsen. Egyelőre csak totemoszlopokat plántálnak oda le. Az pedig, hagyd tegyék, engem aztán annyira nem zavar. Jaj, ezek a villámárítóféle
totem oszlopok, és most aztán el is rohantak, úgy van, fussatok innen! Látjátok, így kell elzavarni a zombikat, akik villámhárítókat raknak le a területetekre. Jó, tehát akkor a következő részben az erre az részre érkező kommentekre nem fogok tudni reagálni. Igen, és hát akkor ajánlom figyelmetekbe, hogyha tetszett a videó, a kommentnek az írását, alul a tetszés gombnak a megnyomását, valamint a csatornára történő feliratkozás, mint ahogy eddig is tettétek, valamint javaslom, hogy nézzétek meg a következő részt, amelyben hát ennek a kis bázisnak a kiépítését fogjuk folytatni, illetve a védelemnek az erősítgetését fogjuk folytatni. Ajánlom figyelmetekbe az előző részt, ami már régen volt, és nem emlékszem rá, hogy mi történt, valamint ajánlom figyelmetekbe a teljes lejátszási listát, illetve a további sorozatokat is. És hát én akkor ezennel megköszönöm a figyelmeteket, Hullander voltam, mentem a játékot, sziasztok!